Életének 87. évében elhunyt Konrád György, Kossuth-díjas író, esszéista, szociológus, tudatta a család szeptember 13-án a Magyar Távirat irodával. A közlés szerint Konrád Györgyöt hosszantartó súlyos betegség után otthonában érte a halál pénteken délután. Konrád György a magyar próza világszerte egyik legismertebb alakja, művei egyebek mellett angol, cseh, dán, finn, francia, héber, holland, német, norvég, olasz, orosz, spanyol és szerb nyelven jelentek meg. Konrád György Beretyújfalu díszpolgára volt. Életének első 11 éve kötődik a városhoz. Beretyújfaluban a legutóbbi években kétszer is járt. 2012-ben a május 23-ai városnapi ünnepség sorozaton volt díszvendég, melynek része volt a barátja Makkáro édesapjának nevét felvevő mozi névadó ünnepsége is. Az akkori városnapi programokon Makkároly mellett Konrád György is részt vett. Beretyújfalu díszpolgárai nagyon jó barátságot ápoltak. Ahogy akkor mondta, már az autóban megelevenedtek gyermekkoruk községének múltbéli pillanatai. Utoljára 2015-ben a holokauszt emléknapján járt Beretyújfaluban, akkor egy beszélgetésen emlékeztek Beretyújfalu díszpolgárával, a hazánk mellett Európa számos országában is ismert és elismert íróval. Most a Beretyó Televízió 2012-ben készült beszélgetésével emlékezünk Konrád Györgyre. Konrád György Makkárollyal együtt érkezett Beretyújfaluba, és már az autóban megelevenedtek gyermekkoruk nagyközségének múltbéli pillanatai. Talán ez a tökéletes síkság, ez a hibátlan síkság. Azon kívül tegnap, amikor jöttünk autóval, a nap erősen sütött, de ugyanakkor felleges volt az ég, tehát a füves rétek, vagy a friss gabonavetések, azok nagyon halvány zöldek, világos, sárgás zöldek voltak, és fölötte az ég az sötétkék. És ez a két szín együtt nagyon festői volt. Na de én mindig egy kicsit elszédülök ettől a látványtól, és alig, ha nem Petőfivel értek egyet, hogy jobban szeretem a síkot, mint a hegyvölgyet. Noha, hát végül is egy hegy, a Szentgyörgy-hegy tövében van egy házam, ahol nagyon jól érezzük magunkat a családommal, mert talán mert a hegyhez tartozik még a víz is, és a víz látványa az nagyon megnyugtató, az a Balatonnál van. Beretyújfalu bennem egyrészt fájdalmasan nosztalgikus érzéseket kelt, de hát fájdalmasakat is. Itt egy elég jelentős 1000 lélekszámú zsidó közösség élt, ma nincsen egy darab se belőlük. És hát ez egy olyan eseménysorozat volt, amelynek következtében kétharmad rész elpusztult az úgynevezett holokausztban. Egyharmad rész hazajött, és aztán nem lelte helyét, és már a 45 utáni rezsimben elment innen, mert nem kihúzták alól a létalapot. Én utánam 1947-48 után egyetemre bárhol, ahol voltam, ebből a faluból nagyon kellemetlen, hát ilyen levelek, üzenetek jöttek a párt helyi szervezeteitől, hogy ne járhassak egyetemre, ki is zártak. Úgyhogy egy idő kellett, amíg megbarátkoztam újra a faluval vagy a várossal. Azon kívül úgy láttam, hogy nem olyan nagyon sok történt a Beretyújfalu javára. Tehát elhanyagoltnak láttam jó sokáig a várost. Most már kezdem tetszetősebbnek látni. Ennek ellenére, ha mondjuk ott megállok a református templom, vagy az egykori országzászló sarkán, és onnan jobbra-balra nézek, akkor úgy érzem, hogy ez a szépnek egy szerencsés térbeli megfogalmazása. Ez egy jó látvány. És hát a gyerekkori elemi élmények és képek, azok nem tudnak elmúlni belőlünk. Örülök, hogy itt vagyok, és szépnek látom azt, ami dicsérhető, szépnek látom a református templomot, amelyben ma istentiszteleten én is jelen voltam. Váradról, Nagyváradról jött egy tiszteletes, és
szépen nemesen beszélt. A Makkárolyjal lévő barátsága az közismert. Milyen pillanat a mai pillanat az életében, amikor Makkálmán mozit olvashat az egykori mozi, ahogy hallottuk, az 50-es éveben államosított mozi homlokzatán? Hát örülök, hogy a Karsi édesapjának a nevét viseli. Fájlalom, hogy itt vele szemben a lisztesféle vendéglő és szálloda ma ugyanabban a sorsban részesült, mint az én apám háza. Örülök, hogy ott egy egész szép kis lakótelep épült. Ez a ház itten, amelyet most rendezvényháznak neveznek, egy kitűnő orvosnak, dr. Székely Gyulának a háza volt. Ő építette egy ilyen félig már Bauhausos stílusban, és ő is, meg az Imre bácsi is, Székely Imre, az apám unokatestvére volt. Szóval Berettyóújfalu az nekem örvendetes és fájdalmas élmények színhelye egyaránt. Talán ezért is nem igyekeztem ide visszajönni tartósabban, mert kell nekem a budapesti lét, a nagyvárosi lét, de kell nekem a falusi lét is. De már Berettyóújfalu talán város, és nem falu, úgyhogy egy kis faluban van egy házunk, ahol 250 lélek lakik. És szeretem a csöndet magam körül. Annak idején a szobám ablakából, amely a főutcára nézett, hát nagyon szerettem nézni télen-nyáron a szekereket, télen a szántalpra állított szekereket. Dús látvány volt, és ezt még költőibbé tette a lovak nyakában a csengő, és én szépnek láttam a fiákereket és konflisokat is, amelyek az állomás előtt várták az utasokat. Annak az életnek is megvolt a maga varázsa, és itt a lisztes vendéglőben én még táncoltam is, és örültem, hogy egy szép lánynal táncoltam. És milyen érdekesen írja a történelem a sorait. Gondolok itt arra, hogy Makkárolyjal nem Berettyóújfaluban találkozik, bár azért van önök között hát néhány év, hanem Budapesten. Hozzá képest. Ugye a Karcsi, amikor 18 éves volt, akkor én 12 voltam. Ez ritka dolog, hogy így áthidalják a barátságok egy kisfiú és egy nagyfiú kapcsolatát. Úgyhogy Makkárolyjal, Karcsival a Lukács uszoda teraszán, vagy tetőteraszán jöttünk ismét össze, mert láttam én őt, és ő is látott engem, ahogy kis gyerek ottan sétáltam nevelőnőmmel, mert így volt. És igazában Örkény István író hozott össze bennünket ismét, hogy nem tudtad, hogy itt van egy nagyon tehetséges gyerek, újfalúi az is. És akkor onnantól közben elkezdődött, és aztán minden filmjébe egy kicsit úgy bele szöszmötöltem, amit ő elvárt és szívesen vett, és nekem ez érdekes volt. Három olyan filmes volt, akivel kapcsolatom volt. Karcsi, Jancsó és Bacsó. Jancsónak nem annyira, de Bacsónak és Karcsinak a filmjében kicsit ezt azt beletettem. És tetszett nekem akkoriban ez a filmes élet a maga nagyvonalúságával. Azt hiszem, hogy a régi időkben, nem olyan nagyon régi időkben, a 70-es, 80-as években a filmrendezők voltak a császárok. Ez ma már elmúlt, ez ma már nincs így. Talán még lehetne mondani, hogy néhány író, meg még atomfizikusok, azok borzasztó nagy emberek voltak. Most meg a 100 leggazdagabb ember. Igen. De a Karcsival azt hiszem, hogy elég gyakran látjuk egymást, annál is inkább, mert az ő Balaton lábdíj háza és a mi hegymagasi házunk között
autóval talán 8 perc van, és akár a felesége Hanna, akár az én feleségem Judit, hát átmegyünk egymáshoz, és egy héten többször is látjuk egymást. És jól megvagyunk, jól tudunk két öreg ember nagyokat nevetni.